A Zlinszky utca és a Díny és Lajos utca felújítása az idei év legnagyobb volumenű úthálózat fejlesztése a városban. A munkálatok már augusztusban elkezdődtek, és a fő célja, hogy tehermentesítsenek más forgalmas utakat. Díny és Lajos út az a vasútút és a Bartók Béla úttal párhuzamos út, ami gyűjtőút funkciót tölt be, és mind a két utat szeretnénk tehermentesíteni, a vasútutat is és a Bartók Béla utat. A vasútút állami kezelésben van, tehát nem önkormányzati út, nincs ráhatásunk, közvetlen ráhatásunk, tehát nem önkormányzati beruházás keretében történik majd meg egyszer annak a felújítása, bár nagyon szükségessé vált már. De addig mi annyit tudunk tenni, hogy igyekszünk tehermentesíteni, ahogy mondtam, a vasútutat is és a Bartók Béla utat is, mivel ez az ötös útra vezet ki, és egykoron ez csak egy ilyen munkaút volt, az itteni majorhoz vezetett ki, azóta itt több üzem is létesült, illetve a korábbi üzemek működése megmaradt, ezen túl pedig ebben a környéknek a lakóterkei most már egyre inkább beépülnek, egyre nagyobb forgalom van, tehát célszerű ezeket a lakóutcákat felfűzni egy új gyűjtőútra, illetve, ahogy mondtam, a Bartók Béla utat termentésíteni, ezért vált indokoltá az, hogy ezt az utat ki kell szélesíteni, és egy biztonságosabb gyűjtőúttá fejleszteni. A pályázatunknak ez volt az egyik része, a másik része pedig a Vörösmarty úttal párhuzamos Zlinszky utca, amely gyakorlatilag Gyón irányából fűzi fel a mellékutcákat és vezeti be az onnan érkezőket a város központjába, a Szakorvosi Rendelőintézethez, a Városházához, a gimnáziumhoz és más szolgáltató és kereskedelmi intézményekhez. Az utcák szélesítése mellett a kerékpárhálózat fejlesztése is kapcsolódott ehhez a beruházáshoz. A Vörösmarty úthoz hasonlóan két oldalon felfestett biciklisávban tudnak biztonságosan közlekedni a jövőben. Ez egy rendkívül furcsa szögű csomópont, olyan szögben csatlakoznak, érintkeznek egymással a kereszteződő utak, ami balesetveszélyt jelentett és elég rosszul belátható, ezért ennek a biztonságát is szeretnénk fokozni. És itt egy sajátos, érdekes, nem csak közlekedésbiztonsági szempontból, hanem városképi szempontból is egy új megoldást választottunk a tervezőkkel. Itt a csomópont közvetlen közeléből szétválasztjuk a Díny és Lajos útnak a nyomsávát. Két nyomsávon fog haladni az út, itt mintegy 30-40 méteren keresztül, és a két nyomsáv között pedig egy zöld sáv lesz fasorral. Ez lelassítja a csomópontba érkezők, az ötös út felől érkező forgalmat, illetve egy kiemelt csomópontot fogunk kialakítani, és ezáltal biztonságosabbá válik ez a kereszteződés. A pályázaton elnyert támogatás összege 125 millió forint, a Dabasi önkormányzatnak pedig 10%-ot kell biztosítania mellé, így közel 140 millió forintból valósulnak meg a felújítási munkálatok. Az átadási határidő október 31-e, így hamarosan minden munkafázis befejeződik. Hát ahhoz képest, hogy mekkora munka ez, tehát hogy milyen volumenű munkákkal jár, meglepően jól szervezik és jól irányítják itt a munkákat. Egyébként pedig azt látom, hogy türelmesek az errejárók, és lehet, hogy itt az elmúlt egy-két hétben néhányan le is szoktak arról, hogy ebbe az utcába hajtsanak be. Én nem nagyon láttam különösebb fennakadást, még reggel a munkába és iskolába igyekvők is időben el tudnak érni a céljukhoz. Úgyhogy egyelőre nem látok nagyobb fennakadást, bár úgy gondolom, hogy ezen a héten túl vagyunk azonokon a munkálatokon, amik nagy gépmunkával és sok kézi munkaerővel járnak. Ezután már majd csak az aszfaltozás lesz majd a hónap utolsó harmadában. Hát az egy olyan munka lesz, amikor viszont valószínűleg teljesen le kell zárni majd egy-egy utcaszakaszt. Hát erre majd külön rá kell készülni. Eddig egyenlőre, ha nem is zavartalanul, de kisebb zökkenőkkel a közlekedés lebonyolítható. A városban több helyszínen alakítottak ki, vagy újítottak fel játszótereket. Ősszel a Gyóni Géza általános iskola környezetében, valamint a Zlinszky utcában fognak megvalósulni újabb terek a gyermekes családok számára. Ezek várhatóan egy-két héten belül kész is lesznek.